Totál nyílt az egész, meg hát itt az egész házfal. Éppen a leomló már-már életveszélyes házat mutatja Aranyos Csaba. Feleségével együtt 4 éve kénytelenek elviselni a bűzt és a zajt. Kutyaszag, az hát az egyértelmű. Itt régen például, amikor hátul csináltam, hát nem lehetett kibírni. Borzalmas a helyzet. Egy az, hogy büdös van, a kutyák hangosak. Ott hátul nem lehet dolgozni, mert elviselhetetlen a büdös. És hát életveszélyes a helyzet. A ház tulajdonosa évek óta tart kutyákat a romos házban és annak udvarán, a szomszédok szerint borzalmas körülmények között. Az utcában lakók azt mondják, hiába próbáltak beszélni a kutyákat tartó férfivel, hogy rendezze az udvart és vigye el onnan az állatokat, hiába fordultak a hatósághoz, egy rövid időszakot követően újra visszatért a bűz és a zaj. Ott jártunkkor többen nem kívántak a kamer elé állni, mert azt mondták, tartanak a kutya tulajdonostól. 2015. november óta megy ez az ügy. Hát nem tudom, hogy szóban forgó kutyák mennyi van, de elég sok lehet, ha ilyen szagok vannak. Nyilászáró cseréket hajtottunk végre, hogy megoldódjon a probléma, de hát nem lett ebben nyáron, ugyanúgy érezzük a szagokat, és az lagotást is halljuk. A lakók a város aljegyzőjéhez, majd a bírósághoz fordultak a helyzet rendezésének érdekében. Több határozat is született az ügyben. Zajlott birtokvédelmi eljárás az Ady Endre utcában állattartás miatt. Az eljárás során a kérelemnek helytadó döntés született, és az ebtartót köteleztük az állattartás megszüntetésére. Ezt követően nekünk már nem volt információnk az ügyről, hiszen bírói szakba érkezett, és ott a két fél közt zajlik tovább a peres eljárás. Úgy tudjuk, a bíróság az eljárást megszüntette. A város aljegyzője azt mondja, a főállatorvos korábban megnézte a házat, előre bejelentett időpontban, és mindent rendben talált, vagyis törvényesen folyik ott az ebtartás. Amennyiben újabb panasz érkezik a Bonyhádi járási hivatalhoz, megvizsgálják, hogy megfelelő körülmények között tartják-e az állatokat az Ady utcában. Ám a vizsgálatot mindig előre bejelentett időpontban bonyolítják le. Láthatóan a jog szerint minden az előírásoknak megfelelően zajlik az Ady utcában, de a társadalmi együttélés szabályai szerint megkérdőjelezhető, hogy ez tényleg így van-e. Az biztos, hogy a lakóközösség azt várja, az ebtartó valamilyen módon szüntesse meg a bűzt. Miután beszámoltunk az ügyről, híradónkban a férfi megkereste televíziónkat. Elmondta, hogy csak pár kutyát tart a háznál, és nem tenyészti őket, fedeztetéssel foglalkozik, a hatósági állatorvos pedig mindent rendben talált nála. Felajánlottuk neki, hogy mondja el saját álláspontját kameránk előtt, de nem kívánt élni a lehetőséggel.